Éles hadgyakorlatokat tartott a Fekete-tenger északnyugati részén az orosz haditengerészet, idegen hajók feltartóztatását és megsemmisítését szimulálva. Cirkáló rakétákkal kilőttek egy célhajót is. Miután Oroszország kilépett a Fekete-tengeri gabonaegyezményből, a Kreml bejelentette, hogy július 20-a éjféltől potenciális hadianyagszállító járműnek, és így katonai célpontnak tekinti az ukrán kikötőkbe tartó vagy onnan érkező hajókat. Oroszország átmenetileg veszélyesnek nyilvánította a Fekete-tenger nemzetközi vizeinek északnyugati és délkeleti részét. Pontosan nem határozta meg a területet, de közölte, hogy a szállítási útvonal orosz részvétel nélkül kockázatos. Ukrajna viszont az orosz fenyegetés ellenére is folytatni akarja a gabonaexportot déli kikötőin keresztül, és nemzetközi járőrözést követel.